Sok szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Innen a Balogémsi sportcsarnokból pillanatokon belül megkezdődik a Hódmezővásárhely LKC Lajos Mizsei NKC MB2-es női kézilabda bajnoki mérkőzés. Ez az első forduló. Úgyhogy ez a mérkőzés és ennek a kimenetele meghatározhatja az egész bajnoki szereplést. Jó lenne győzelemmel kezdeni, és az egy bizonyos mértékű önbizalmat adhatna a lányoknak a folytatásra. És meg is van minden esélyük arra, hogy győzelemmel kezdjék a bajnokságot, hiszen a Lajos Mizse újonc itt az MB2-ben, a megye 1-ből jutottak föl. Viszont komolyan kell velük számolni, hiszen több kecskeméti játékos felelősítettek, akik MB-s rutinnal is rendelkeznek, úgyhogy jó lesz észnél lenni, de én úgy gondolom, hogy hazai pályán megerősített kerettel cél lehet, sőt elvárás lehet az, hogy a lányok győzelemmel nyissák a szezont. Fehérben láthatóak majd a vendég Lajos Mizseiek, feketében a hazaiak. Menet közben majd megismerkedünk a kezdőcsapatokkal, bár a vendégek egy gyorsan el is tudnám sorolni. A kapuban dr. Zsoldosné 12-essel mezőnyben, 13-assal Ludnai, 14-essel Herceg, 26-ossal Holló, 10-essel Olá, és a túloldalon 11-essel Kovács. Valamint, de jó lenne, hogyha látnám Kovástól, 6-os számmal Bezzeg Adrien, így néz ki a vendégek kezdő, 7-ese, a találkozó játékvezető egyébként Bozó Zoltán és Mezei Zoltán, két Zoltánhoz van szerencsénk, tehát és a hazai oldalon a kezdőcsapat a kapuban, szokás szerint mondhatni 36-ossal Kothenc Vivien, jobb szélen Kónya Kinga 3-assal, 10-essel Sebők Stefánia, ők ugye új igazolások itt a jobb oldalon, majd menet közben elmesélem, hogy honnan jöttek és milyen célokkal. Szőke Zsanett 17-essel, 13-assal Tószegi Krisztina, Kandó Dorottya 41-essel is a kezdőben találta magát itt védekezésben, és Hegyi Diana a balszélen 9-essel, és itt rögtön egy vendég találta a mérkőzés elején, amelynek szerzője Olá Henrietta, gyorsan beveszi a Vásárhelyi kaput tehát. A vendégek szerzik meg, tehát a mérkőzésen a vezetés, itt próbáltuk beállóba bejátszani a labdát Tószegi révén, azonban a vendégek nagyon határozottan védekeztek. Eddig elég pattogosnak tűnik a védekezésük, 4-2 rendszerben védekeznek, tehát 4-en a 6-os vonalán helyezkednek ketten előrébb, és eddig hatásosnak is bizonyul. Szépen végigment az ember, Olá Henrietta az ejtését azonban nagyon szépen olvasta Kothenc. Nem volt esélye, hogy gólt szerezzen Tószegi. Egy induló csellel próbálja megverni az emberét, a 2-13-as találkozott. Ludnaitól azonban egy határozott védekezés Tószegivel szemben. Így szabad dobással folytatódhat majd a mérkőzés. Most 5-1-re váltanak át a vendégek, ugye emlékezhetünk az első támadásnál 4-2-es védekezési formációval próbálkoztak. Most 5-en helyezkednek a 6-os vonalán és egy emberke a 13-as számú Ludnai az, aki előrébb helyezkedik a 9-es vonaltól kijebb, és próbálja hatástalanítani Sebők Stefániát. Eddig szép összjáték, itt azonban egy lövésön és egy könnyű védés dr. Zsoldosnétól. Nem születik meg az első Vásárhelyi találat tehát. Nagy rohanásban a csapatok, le a szélre, ott nem lehet bemenni Kónya mellett. A vendégek mestere Nagy Ferenc is arra bíztatja jövőjét, hogy inkább álljanak föl és nyugodtan játsszák végig a figurát. Abból baj nem lehet. Szépen körbejár a labda, lassan passzív gyanús egyébként. A játékvezetők nem teszik fel a kezüket. Jön a jobb szélre egy lövés, Kothenc beleér, én azt hittem, hogy hárítani tud, de sajnos nem bepattan róla a kapuba a labda. Bezzeg Adrien első találatával 0-2. Az ellentámadásból megszületik az első hazai találat is, Sebők Stefánia. A bajnokságban is megszerzi az első gólját Vásárhelyi színekben, 1-2. A vendég oldalon a játékvezetők egy sárga lappal büntettek, teljesen jogosan, de előnyszabályt alkalmaztak úgymond, és folytatódott a játék, és így megszülethetett az első Vásárhelyi találat. Nagyon türelmesnek tűnnek a vendégek, mi 6-os falat próbálunk védekezni, ebből lépegetünk ki az emberekre, nagyon ügyesen, okosan.
És itt nagyon határozott védekezés Tószegitől, így kell ezt csinálni, kérem szépen. Megint fölállnak a vendégek, és nagyon nyugodtan passzolgatnak. Andó próbál kitámadni az emberére. Nagyon dadog a labda, passzív, gyanús, sokáig feszítik itt a húrt, kérem szépen, nem először a mérkőzés folyamán. A játékvezetők azonban szabad dobást ítélnek a javukra, megkegyelmezve nekik, pedig lassan feltehetnék a kezüket, hiszen ez egyértelműen passzív játék. Így is van, megtörténik, a játékvezetők felteszik a kezüket, jön egy átlövés, Kotthens nagyon könnyen hárít. Ludmai volt, aki próbálkozott egy átlövéssel, de ez egy hamvába holt kísérlet volt, hiányzott az önbizalom. És ez meg is látszott a lövés mienségén. Jól lenne egyenlíteni, 4,5 perc telt el egyébként a mérkőzésből. Hegyi Dia gyönyörűen veri meg az emberét, és talán a hálóban megszületik az első találata, ezzel 2-2. 0-2-es kezdés után sikerült át egyenlíteni, és már 2-2 a mérkőzés állása. Itt jön egy átlövés, ami középre tart, viszont a levegőben Tószegi meglökte a 14-es számú vendégjátékost, Herceg Rékát. Ezt minden esetben meg szokták torolni a játékvezetők minimum szabaddobással, és nem is folytatom a gondolatmenetet, hiszen örülhetünknek, hogy ennyivel megúsztuk. Rosszabb esetben ezért 2 perces büntetés is szokott járni, de mivel a mérkőzés elején járunk, ezért akár sárgalap is lehetett volna, de ugye ezek nem játszanak a volna és a ha esetünkben. Középen szépen próbál elmenni az ember, mi az, hogy szépen próbál, el is megy. Kovács Nikolett is megszerzi az első találatát, 2-3. Eddig a mérkőzés mind az 5 gólját másik játékos szerezte, tehát egész szépen megosztanak a találatok. Ez egy gyönyörű bejátszás, beállóban a játékvezető viszont érvényteleníti a találatot, hiszen Kandó Dorottya a vonalon keresztül szaladt el ott benne a védők között. Így marad a 2-3-as mérkőzés állás, pedig nagyon szép játék volt, ez lépésgyanús, nem fújnak a játékvezetők, szépen eljut a szélre, és be is varja. Olá Henriett a második gólja, ő az első játékos a mérkőzés, felmen neki 2 gólos. És ezzel megint elmennek a vendégek 2-2-4, nagy nehezen sikerült egyenlítenünk, ugye 0-2-ről most megint marad a felzárkózás. Hát így szép az élet, hogyha teli van kihívásokkal, és most a lányok előtt van kihívás bőven. Tószegi középen próbál elmenni, és mi az, hogy próbált, hogy ment el ott 3 védő között? Hihetetlen, Tószegi Krisztián első találatával 3-4. Megmondom őszintén, én azt gondoltam, hogy ott nem fog tudni bemenni. Határozottabb védekezést vártam volna a vendégektől, ehhez képest besétált, mint bárki a korzón. Szép volt, 3-4. Jó, nem gólt kapni ebből a támadásból. Ehhez viszont össze kellene szedni a védekezést, ami eddig nem bizonyult túl stabilnak. Megint eljut a szélre. Szélre jövő lövés, nem tudom, hogy kapufára vagy Kotthensről pattant ki az oldalvonalon túlra. A játékvezetők mutatják, hogy a vendégek jöhetnek, így Kotthensről pattant ki a labda. Egyértelművé válik a szituáció. Ez szép játék, a jobb szélre lövés és egy Kotthens bravúr. Nagyon szépen spárgázott, megnyúlt a levegőben szinte, és úgy sikerült hárítania. Jöhetünk megint az egyenlítésért, Kónyasebők, még egyel tovább Tószegi. Talán lelőhette volna Németh, pedig kidobja a pályáról. Hát túl volt ez játszva. Tószegi miért nem lőtte el? Nem baj. Most még belefér. Elég pörgős kis mérkőzést. Áját megy Kotthens lába között. Volt szerző a 13-as számú Ludmai, neki ez az első találata, 3-5 ezzel a mérkőzés állása. Továbbra is ott egyet védekeznek a vendégek, nem próbálnak meg visszaállni 6-os falra, ez mondjuk érdekes. Rögtön így a mérkőzés ellenére ők eldöntik, hogy ezt a védekezési formációt alkalmazzák, és milyen szépen játsszuk át. Hegyi Dia szélről befutva megszerzi a második találatát, ezzel 4-5, egy gólra zárkózunk fel megint. Folyamatosan a vendégeknél az előny, mi próbálunk lopózni,
közelebb férkőzni, adott esetben egyenlíteni, de jó lenne megfordítani a mérkőzés menetét és átvenni az irányítást, hiszen nagyon kimerítő fizikailag és szellemileg is az, hogyha folyamatosan üldözni kell egy csapatot. Tószegi lép ki nagyon határozottan. Megráncig át a Herceget. Játékvezetők középen láttak valami szabálytalanságot, és elveszik a labdát a vendégektől, lehet fordulni. Német, végig kell azt vinni, hát nem kell itt szórakozni, de elszórakoz a dr. Zsoldosné árít egy zicsert. Még nagyon szépen kialakította magának a lövőhelyzetet, kár, hogy a befejezés hibázott. Nem sikerült át az egyenlítés, 9 perccel a mérkőzés megkezdését követően. 4-5-öt mutat még mindig az eredményjelző. Ez nagyon nagy játék volt, és egy nagyon nagy Kothenc védés. Még szépen végigvitték a vendégek, Herceg ütemtelenül lőtte el ezt a labdát, mégse tudta meglepni Kothencet, aki a helyén volt, német. Ez belemenés gyanús, a játékvezetők is kiszúrják, és lehet gyorsindítani a vendégeknél. Ajjajjaj! Ludna irányában nagyon pontatlan ez a hosszú indítás. Sok a hiba, látszik, hogy mind a két oldalon nagyon akarnak, és többek között ennek is köszönhető az, hogy becsúsznak, bebecsúsznak hibák. Ezeket kell majd a későbbiek során kiküszöbölni. Jól lenne valamit kezdeni ez az 5-1-es védekezési formációval. Eddig szemmel láthatóan nem boldogolunk vele, annyira nem, hogy most jó a labdaszerzés és pontos az indítás Ludna irányába. Ludnai zicsert, ibács, hogy mondhatnám úgy, hogy Kothenc hatalmas bravúrja, megint csak. És hazai oldalon Gál Adrien időt kér, innen folytatjuk hamarosan. Az időkérés követően folytatódik a mérkőzés. Gál Adrien úgy érezte, hogy ki kell kérni az első idejét itt az első félidő 11. percében. És szerintem jól döntött, hiszen szemmel láthatóan ez az 5-1-es védekezési formáció nem tetszik a hazai csapat játékosainak. És jó lenne egyébként ezzel a szituációval kezdeni valamit és fölvenni a mérkőzés utazó sebességét. Újabb sárgalapos figyelmeztetés vendégoldalon. Hogyha jól számolom, ez volt a második, még egyszer szabálytalankodhatnak így sárgalapot érően onnantól kezdve, viszont jönnek a 2 perces büntetések. Tószegi, de azért a Kónya, ájjá, felsőbe próbált elő, nem járt sikerre. Nincs meg a bajnokságban Kónya Kinga első találata vásárai színekben, erre még kicsit várnunk kell. Egy határozott lövés, nem tudom, hogy ez miért ért 7 méterest. És sárgalapot, Kandó Dorottya bűnődik. A játékvezetők valamiért úgy ítélték meg, hogy ez 7 méterest megérő szabálytalanság volt. Jön a 10-es Molá Henriette, aki a mérkőzésen először kerülhet 3 gól fölé, ő lett az első játékos, aki 3 gólos lehet és lesz is. 4-6. Nagyon magabiztosan értékesítette a 7 méterest. Az ellentámadásnál egy komoly lövés, a kibatanót sikerül bevágni, azonban a játékvezetők már visszafújják. Tizenötös, hát megmondom őszintén, hogy jegyzőkönyvben ilyen számmal senkit nem látok. Egyelőre, de majd megfejtjük, hogy ki szerepel 15-ös száma a hazai oldalon. Hát jó kérdés. Eljut a szélre a labda, Sebők, Kónya, nagyon keményen védekeztek a vendégek, ez 2 percet kell, hogy érjen, és így is történik. 14-es számú Herceget küldik 2 percre a játékvezető. Ember előny ment át a vásárhelyi csapat. Egyébként én valószínűsítem, hogy 15-ös számmal Sebestyén Fanni szerepel.
hiszen ő 29-es száma van feltüntetve a jegyzőkönyvben, viszont 29-es számú játékost még véletlenül sem látok, sem a pályán, sem a kispadlónők között. Itt viszont megint egy gyors indítás, emberelőnyből sikerül, gólt kaptunk a Csudavijjel. Hát szedjük már össze magunkat, Bezzeg Adrián második találata. Hárommal mennek el a vendégek, 4-7. Jól érne az ember adta, ember előny adta lehetőséggel. Ez szépen jut a Hegyi Diához. Hát ez az, amikor semmi nem sikerül. Dr. Zsoldos né szépen zárta össze a lábait és hárítani tudott. Megint jönnek a vendégek ember hátrányban. Ezt a legszörnyűbb egyébként végignézni a kispadról, amikor a csapat ember előnyben van és sorra kapja a gólokat. Tehát ennél bosszantóbb nincsen. Most sajnos ennek lehetnek részesei a vásárhelyi padon ülők és a helyszínen szurkolók. Nagyon türelmesen játszanak a vendégek, ezt érdemes egyébként megfigyelni, hogy nem kapkodnak. Nekik van egy elképzelésük arról, hogy milyen úton, módon próbálnak eljutni a hazaiak kapujához, és rendre meg is tudják valósítani. Egy szép közbelövés Kotthenc hárít, de miért nem szedjük össze a kipattanót? Itt is szerencsénk volt egyébként, hogy úgy pattant, hogy Hegyi Dia hozhatja játékba a labdát az oldalvonalon túlról. Kicsit úgy belaludtunk a mérkőzésbe egyébként. Jól lenne felpörögni, mert ez kevés lesz itt a folytatásban. 20 másodperc az ember előnyből, Gál Adrián is instruálja tanítványait a kis pad mellől. Hájjáj, de rossz volt az is, Hegyi Dia! Úgy is van, hát nem kell itt szórakozni. Hegyi Dia harmadik gólja. 5-7, még kettővel így is mennek a vendégek, akik folyamatos cserékkel próbálják frissen tartani magukat, hiszen most is érkezett 29-esre Tudás a bal szélre. Mondom ezt én, de menet közben Tudásba ment beállóba, részletkérdés, de az a lényeg, hogy folyamatosan próbálnak megújulni, és újabbnál újabb embereket játékba dobni. Pihenés biztosítva az állandó kezdőknek. Lépés gyanús volt, de kimarad a lövés. Úgy is mondhatnánk, hogy Kotthenc állít, hát ez pontatlan indítás. Hátra kerül Dr. Zsoldosnéhoz. Továbbra is hatos falat védekezünk, többen ezt nehezményezik a lelátóról, mondjuk nem az ő dolguk ezt megítélni, hogy mit kellene játszani. Kemény védekezés, sikerül megállítani Kovácsot közös erővel. Hát ez megint így passzív gyanús lesz, így nagyon halkan mondom. Jön egy keresztbelövés, Kotthenc megint állít. Hát én nem tudom egyébként, hogyha nem lenne ilyen kapus teljesítmény hazai oldalon, akkor elég komoly bajban lennénk. Ezt így nagyon halkan mondom. A Zsoldosné nem nyújt extrát a vendégek kapujában. Mondom ezt, én erre föl mit hárít. Aj, nem leszünk így jóban. Szóval a Zsoldosnétől eddig kevesebb extrát láttok, mint Kotthenctől. Mondjuk ő is hozzáteszi a magáét ezzel a védéssel, például megtette, amit ő letelt. De jön a költői kérdés, mi van, hogyha elmaradnak Kotthenc védései? Akkor elég komoly előnyre tehetnének szert a vendégek, mondjuk ez csak fikció, de sajnos benne van a mérkőzés képében. Úgyis van, hát ilyen helyzetben nem tud hárítani, mikor ilyen tisztán jönnek vele szemben. Herceg Rékának is megszületik az első gólja a mérkőzésen. A 2 perce mellé most begyűjt egy gólt is. Német Zsófi irányítóban a pályán. Sebestény Fanni bal átlövőben. Tószegi próbál közelebb lapozni Kandónak, próbálta bejátszani a játékvezetők, azonban hamarabb fújtak már. Itt szabadomással jöhetünk. 3 gólos hátrányban, 18. percben jár a mérkőzés. Elképesztően kevés az az 5 lőtt gól. A 8 kapott, az még nem is olyan vészes, de ez az 5 lőtt, ez siralmas teljesítmény, nincs mit ezen szépíteni. Tószegi mellé bombáz.
Zsoldosné felépített maga köré egy olyan falat, amivel nem tudunk egyelőre mit kezdeni. Megbabonázza szabályszerűen a játékosainkat. Ezt szépen végigvitték, aztán Herceg rádúrantotta. Nem töltött, csak tüzelt, úgyhogy ez fölé szállt. Tószegi menne be? Mi az, hogy menne be? Bemegy két ember között? Azért ott utólagosan egy két percet ki lehetett volna osztani, de ha nem, hát nem. Maradjunk annyiban, hogy nincs két perc. 6-8, két gólra sikerül felzárkózni. Továbbra is nagyon türelmesen járatják a labdát a vendégek. Egy jó lövés és annál jobb a védés Kotenctől. Társat keresne, talán is Tószegi személyében, Tószegi Német. A régi motorosok. Német szabályos gólt szerez, mondom ezt én, de a játékvezetők már közbefújtak, hiszen támadó szabálytalanságot láttak. Tószegi szépen szedi le Dr. Zsoldosné átadását. Kicsit kapkodó most a játék, jól ne megnyugodni. Meg kellene nyugodni, és akkor felzárkozhatnánk egy gólra, hogyha sikerülne most ebből a támadásból gólt szereznünk. Tószegi Német. Sebestény. Ajjaj, dadogott a labda egy kicsit, Német. Egyedül indul el Tószegi, ez így nem lesz jó. Kilépegetnek az átlövőinkre. Jó, hanem valamit kezdeni ezzel a szituációval, egy az egyben meg lehetne őket verni és mögéjük kerülni, nem itt adogatni. És akkor még finoman fogalmaztam, próbáltam magam visszafogni. Csak nehéz. Német, megint adok kicsit az a labda, Sebestény. Nagyon jó, hogy 15-össel továbbra se tüntettek föl senkit ebben a jegyzőkönyvben, reméljük, hogy ő az. Ez egy szép átlövés, könyveljük el neki, megvan az első gólja Vásárhelyi színekben, hiszen ő is új igazolás. Még nem tudom, hogy miért Sebestyén néven szerepel a jegyzőkönyvben, hiszen ő Sebestény, de én apróságokban nem fog belekötni. A lényeg, hogy sikerül felzárkoznunk egy gólra. 7-8 a mérkőzés állása. A vendégek támadása szép lassan, óvatosan bontakozik ki. Az nagyon komoly volt, hogy visszahúzta a rövidbe. Ez igen. Herceg Rék a második találata. Szép volt. Nem tudok rá mit mondani, tényleg ügyesen csinálta. Pontatlan bejátszás Kandó irányába. Dr. Zsoldosné hosszan indíthat, indít is. Pontos az átadás. Figyeljünk már oda! Bezzeg Adrián harmadik találata. Nem szabad ilyen könnyű gólokat kapni. Elképesztő. Becsei Mária érkezik 14-essel. 5-össel Blaskovics Ingrid. Próbálja Gál Adrián is frissíteni a csapatot. De tény, hogy eddig nem úgy néz ki a mérkőzés kép, hogy azt itt elképzelték többen. Konkrétan mindenki, akit helyet foglal Balogames sportcsarnok lelátóján vagy kispadjain. Ez kevés lesz. Tószegi. Megint egy pontatlan átadás. Elképesztő. Nehezen sikerül megszelídíteni vendégoldát, az lépés gyanús. Ugyan már. Erre szabad dobást ítélnek, hát lelkük rajta, én azt mondom. Inkább ellett az ügyetlenkedve egyébként, mint szabálytalanság által megállítva, de nem tudunk mit csinálni. A játékvezetők szabad ön, nem az enyém. Áj, de dadogott is a labdát, lábhoz passzolnak, mi lenne, hogyha kilépegetnénk rájuk? Elveszik a játékvezetők, valamit próbáltak kompenzálni. Talán ők sem érezték úgy, hogy az előző támadásnál jogosan vették el a labdát. Hegyidia, úgyis van, negyedik találata a mérkőzésen, 8-10. A Vásárhelyi csapat találatainak felét Hegyidia szerezte. Jó lenne, hogyha páran még felnőnének mellé. Mert egy játékos jó teljesítménye kevés lesz. A győzelem ez egy 2-3-an jól nagy, ha odaraknák még magukat.
szépen megmozgatják a vásárhelyi védőfalat, a bejátszás aztán pontatlan, viszont a játékvezetők szabálytalanságot vélnek felfedezni a hatos környékén. 23. percben jár egyébként a mérkőzés, 8-10-es az állás, egy távoli bomba, nem volt az rossz kísérlet, nem sokkal került el Kothenc kapuját. Ennyi kis szerencse, nekünk is kell jól a négy gólra felzárkózni. Német. Tószegi. Szépen, Blaskovic. Úgy van, jobb kézzel, jobb szélről így kell ezt csinálni. Blaskovic Ingrid első gólya is megszületik a bajnokságban. Ő egyébként a juniorok közül került fel a felnőtt keretben, de már tavaly is jó pár mérkőzésen szerepet kapott, és nincs egyedül, tehát a juniorok közül öten felkerültek a felnőtt keretben. Blaskovic mellett Becsei Mária, ugye, akit szintén láttunk tavaly már játszani a felnőtt csapatban, Bálint Alexandra, Klemkata Kandó Dorottya, akit szintén láttunk szerepelni, úgyhogy nekik nem új a közeg, de a lényeg, hogy folyamatosan ontja magából a vásárhelyi utánpótlás a tehetségeket. És ez lehet a jövő. Saját nevelésű tehetségekkel lehet eredményesen szerepelni itt a bajnokságban. Hát az tényleg komoly szabálytalanság volt. Jár a sárga lapos figyelmeztetés Német Zsófinak. Tószegi nagyon határozott, nagyon szigorú, de így kell ezt csinálni. Az nagyon szép volt, hajjaj, hajjaj, Herceg Réka harmadik találata, ezzel utolér a szintén három gólos alá Henriettát. Pontatlan átadás megint, Német és Sebestény adogat, Német kapja. Szép a bejátszás, a Becsei Máriának gyönyörű játék volt, ezt így kell csinálni, kérem szépen. Becsei Mária első találata is megszületik. Továbbra is türelmesek a vendégek, de nincs okuk változtatni, eddig bejött ez a módszer. Kíváncsi, hogy meddig bírják majd egyébként energiával. Gyanítom, hogy majd idővel el fognak fáradni. Hát ez lépés gyanús! Ezt miért kell szabálytalanságot fújni? Hát a küzdők felteszik a kezüket, passzív. Ez egy nagyon gyönge szabálytalanság. És két perces kiállítás, ahelyett, hogy elvennék a labdát tőlük, Német Zsófit küldi ki két percre. Nem egy durva mérkőzés egyébként, hiszen ez még csak a második két perces kiállítás, ennyi bőven belefér. Kidobják a pályára, megzavart őket az emberelőny. Kevesebb mint 4 perc van hátra egyébként itt az első fél időből, úgyhogy jól lenne egy huszáros hajrát kivágni. Sebőket próbálják kivenni a játékból. Úgy is van ember átrányban, gyönyörűen végigvitt támadás. Tószegi az újabb gólnak a szerzője. És ezzel sikerül egyenlíteni itt a 27. perc legvégén. 11-11. Vendégek támadhatnak. Újra elfelejtnék a vezetést, emberelőnyben vannak.
minden esélyük megvan rá, hogy újabb találatot érjenek el. A játékvezetők viszont felteszik a kezüket, hogy ment be ott Herceg. A játékvezetők azonban lépéshibát véltek nála felfedezni, úgyhogy hiába csinálta szépen, ez nem volt szabályos, szabad dobással jöhetünk. Semestény, Tószegi, Blaskovics, Tószegi, szépen fordul le, gyönyörű találatszerezés, végre átveszik a vezetést Tószegi Krisztián a negyedik találatával. Ezzel utoléri Hegyi Diát, ők a legeredményesebbek a mezőnyben 4-4 találatukkal. 2 perc van kereken hátra itt az első félidőben, és a vendégek mestere Nagy Ferenc időt kér. Nem folytatjuk hamarosan. Az időkérést követően folytatódhat a mérkőzés, de meg egész 2 perc van hátra még itt az első félidőből, és a kérdés az, hogy melyik csapat vonulhat előnnyel a félidőre. Jelenállás szerint a hazai csapatnak van erre jobb esélye, hiszen 12-11 arányban vezetünk. Nehéz kapaszkodásnak voltunk szemtanúi, elég küzdelmes egy mérkőzés, de én továbbra is bízom abban, hogy a vendégek egy idő után el fognak fáradni, mondjuk szerintem nekik nagyon jókor, hogy ez a szület, ez mekkora gól! Herceg Réka megint villant, ő is 4 gólos, felzárkózik a két vásárai, Hegyi Dia és Tószegi Krisztina mögé. Ez szép volt, el kell ismerni, 12-12. Engem egyébként meglep Sebők Stefánia indisponált játéka, ugye ő a vásárai csapat irányító jelenállás szerint, és a felkészülési mérkőzéseken ontotta a gólokat. Ezúttal azonban nem láttunk tőle még értékelhető megoldásokat, de se baj, hiszen van egy Becsei Máriánk, aki beállóból újabb gólt szerez, és ezzel megint nálunk az előny 13-12. Belemenés, úgy is van, Hegyi Dia nagyon szépen adt elő, a játékvezetők megették, de úgy tűnik, hogy Hegyi Dia egyébként is rosszul van, úgyhogy ez ténylegesen belemenés volt, Kotthens segít rajta, és jön egy kis ápolás. És addig el tudom mondani egyébként, hogy honnan jöttek az új szerzemények. Van egy jó pár a csapatban, Szőke Zsanett és Kecskeméti Szabina egyébként már az előző szezont is itt kölcsönben vásárolján töltött, ő Orosházáról vendég szerepeltek itt. Mellég csatlakozott még Kónya Kinga, ugye ő szintén orosházi Szegedről, érkezett Sebők Stefánia és Sebestény Fanni, valamint kapusposzton Komárja, mint Nikolett, aki egy hosszabb kiagyás után kezdte el újra a kézilabdázást, úgyhogy összesen 6 új emberről beszélünk. Plusz az 5 junior korú játékos, aki most már állandó jelengel, itt a felnőtt csapatban fog szerepelni, tehát nem egyszerű azért ugye a régi motorosok mellé beépíteni. Ájj, Dr. Zsoldosné mekkorát hárít, szerencséje is volt, de lehet, hogy megsérült itt ennél a védésnél. Hatalmasat hárított, mondhatni, hogy szerencséje is volt. Hat másodperc egyébként a hátralévő időt az első fél időből. Kérdés, hogy tudnak egyenlíteni majd a vendégek. Nagyon gyors lövés kell majd tőlük. Érkezik is Kotthens könnyen árít, és mégis előnnyel vonulhatunk a fél időre, hiszen ebben a pillanatban véget ér az első játékrész. 13-12-es hazai vezetésről folytatjuk hamarosan a második fél időben. Véget is ért az első félidőt követő szünet, folytatódhat a mérkőzés 13-12-es hazai vezetésről. Ezt a játékrészt most értelemszerűen mi kezdjük, hiszen az elsőt a vendégek kezdték. Nyerű támadás végén beállóból sikerül gólt szerezni, Becsei Mária már harmadszorra eredményes. 14-12, 2-vel vezetünk, nem is tudom, volt-e ilyen a mérkőzés folyamán. A tény az, hogy most van, és ennek kell örülnünk. Szép vendégtámadás, szégyéd a védelem ott középen, így Herceg Réka meg tudta szerezni az újabb találatát. Ez már szám szerint az 5. volt neki. Egy gólra zárkoznak a vendégek, 14-13. Nagyon szép egyéni teljesítmény. Szőke Zsanett szalomozott be a vendégvédők között, és szerezte meg az első találatát a mérkőzésen.
Azt akartam mondani, hogy Becsei Mária szabálytalankodik, de a játékvezetők vendégoldalon láttak szabálytalanságot. Hegyi Dia, Becsei Mária ezt is összeszedi. Úgy is van, és újabb gólt szerez. Becsei Mária így már 4 gólos. Emlékezhetünk rá, hogy a kispadon kezdte a mérkőzést, menet közben szállt be a játékba. És mégis újra és újra meg tud újulni, és eredményes tud lenni, hiszen már a 4. találatnál szerezte a mérkőzésen. Úgy tűnt, hogy kisebb sérüléssel fog küzdködni, az esetet követően azonban kemény fából faragták és folytatni tudja a mérkőzést. Tizenhat-tizenhárom. Fölé szálló lövés Hercegtől. Vendég oldalon most más nem is nagyon próbálkozik. Németh Zsófi, Dr. Zsoldosné lábai között a kapuba talál a játékvezetők, azonban szabálytalanságot láttak az esetet megelőzően, így szabad dobással jöhetünk, és természetesen a találat érvénytelen. Szőke, Németh, Sedestény. Ott egyet védekeznek továbbra is a vendégek, nem módosítottak, pedig lehet jobban tennék, hiszen 3 góllal megyünk már. Szőke Zsanett pedig lő egy hatalmas rakétát a vendégek kapujába. Második találat, ez 17-13. Sikerül határozottan védekezni, a játékvezetők megállítják az órát, hiszen van egy kisebb sérülése Bezzegnek. De szerintem gyorsan fel fog épülni itt az esetet követően, így is van, és már folytatódhat is a mérkőzés. Jó lövés, mondom ezt én, de Kotthenc könnyűszerrel hárít, indítja Hegyi Diát, Hegyi Dia, úgy is van, egy üzlet beindul, Hegyi Dia, 5. gólja is megszületik. Már 5-tel megyünk, egy Hegyi Diányi a különbség, úgy is mondhatnánk. Nagyon jó kis villámrajtot veszünk itt a második félidő legelején. Nem egész 3,5 perc telt el, és a vendégek mestere Nagy Ferenc időt is kér, innen folytatjuk hamarosan. Időkérés követően folytatódott a mérkőzés. A vendégek mestere Nagy Ferenc úgy érezte, hogy bele kell nyúlnia itt a mérkőzésbe. Az a Vásárhelyi csapat villámrajtot vett a szünetet követően. Ugye emlékezhetünk rá, hogy 1 gól volt a hazai csapat előnye a félidőben, 13-12-re vezettünk akkor. Most viszont már 6-tal megyünk 19-13-ra. Tehát lényegében egy 6-1-es periódus produkáltunk itt a második félidő első 4 percében. Ami megsüvegelendő teljesítmény. Adogatnak a vendégek türelmesen, továbbra is 6-os falat próbálunk védekezni. És reméljük, hogy nem csak próbálunk, hanem ez a védekezési formáció sikerrel is jár. Egy távoli lövés Horváth Nikolettől. Ami nagyon fölé száll, lényegében ez egy kétségbeesett próbálkozás volt. Németh Zsófi, Szőke Zsanett, bum, ott egy újabb szőke rakéta. A harmadik, 20-13, elég komoly kezd lenne a különbség a két csapat között. Az első félidő játék alapján ezt szerintem nem sokan gondolták volna itt a balógimsi sportcsarnokban. Yeah.
Nagyon szép labda a szélre, gyönyörű játék volt, ez a lövés viszont elsőn a kapu előtt. Ludnai próbálkozott a bal szélről, nem volt rossz próbálkozás, de célt tévesztett. Csai Mária beállóból kiarcol egy szabad dobást, amit ő is fog elvégezni. Folytatott a támadás, Hegyidia próbálja áthámozni magát az emberén, ez egy elég komoly szabálytalanság, mégis a védőjátékos sérül meg. Prókai, nem tudom, hogy mi baja van. Sebestény, ájj, elkerül a kaput a lövése! Hűhetnek a vendégek. Ez szépen le volt készítve. Meg is születik az újabb vendég, tehát Horváth Nikolett is feliratkozik a gólszerzők közé. Eddig tőle csak sikertelen próbálkozást láttunk. Épp itt volt az ideje, hogy összeszedje magát. Hát ez belemenés gyanús. Hónya, Sebők, Német, akár beismerhet volna Hegyidiának még egyet tovább, Hegyidia gyönyörű ejtését követően. Újabb hazai találat születik, ezzel már 21-14. Belemenés jellegű ez is. A játékvezetők azonban konzekvensek, és itt is befele ítélnek szabad dobást. Herceg, Horváth, gyönyörűen küldte el az ember! Nagyon szépen csinálta Horváth Nikolett, és ezzel már két gólos. 21-15, még mindig nagyon messze vannak. Most viszont átváltanak egy 4-2-es védekezési formációra, konkrétan kijönnek Németre és Szőkére, a két lövőre. Hát ez nem zavarja Kónyát abban, hogy megszerezze az első gólját bajnoki mérkőzésen vásárhelyi színekben. Úgy is van. Egyre többen és többen iratkoznak fel a gólszerzők közé hazai oldalon. Az igen! Atya ég! Herceg mekkora rakétát eresztette el. Hatalmas felső kapufás gól volt. Ez még a férfi mezőnyben is megállná a helyét. Most visszállnak 5-1-re a vendégek. Sebestényt próbálják kivenni a játékból. Nem tudom, hogy milyen megfontolás alapján. Aztán visszább is húzódik a zavarójuk Ludnai. Lehet, hogy kicsit összezavarodott. Némi kis szójátékkal élve Sebők. Hát jól nagyja is. Jaj! Az igen, bezzeg, büntet. Negyedik gólja. Sebőknek ugye egy gólja van, ezt a gondolat mellett folytattam volna, hogy jól lenne, hogyha növelni a góljai számát. Szükség lenne az ő jó játékára, bár nélküle is 5 gólos a különbség. Szőke, ez vérszegény, mégpedig azért, mert halász szabálytalankodik vele szemben. Így nem tudta kellő erővel kapura lőni a labdát. Hegyidia, húzzák, vonják, jó lenne valami büntetés látni, Spori, úgy is van. Horvátot büntetik egy sárga lappal. Német. Horváth most kapott sárgalapot, tehát lehetne ennél több esze, már ne is haragudjanak, hogy ilyen szituációban nem ilyen agresszívan védekezik, hanem próbál kicsit szabályosabb lenni, de hát meg is érdemli a sorsát, 2 perc, aki kell, hogy álljon. Emberelőnyben, tehát a hazai csapat. Jó lenne növelni a meglévő különbséget, és akkor majd, hogy nem hátra is dőlhetnénk itt a mérkőzés. Hátralévő 20 perceres Szőke Zsanett szétforgácsolja a felső kapufát. Ez megint egy pontos indítás, és emberelőnyből kapunk volt, hát hihetetlen.
Bezzeg Adrián megint. Megvillan. Nagyon jól fut el ezeknél a gyors indításoknál, és már 5 gólos. Gyönyörű bejátszás, hát a 7 méteres is 2 perc ki, hogy legyen. Hentes munka, kérem szépen, ott a 6-os környékén, így is van. Halász bűnhődik, 2-s ember előnyben folytathatjuk. Hát jó lenne, hogyha most már ki tudnánk használni azt, hogy előnyben vagyunk, nem pedig folyamatosan leindítás gólokat kapnánk az ilyen szituációból. Hegyidia megteheti az első lépést, afelé, hogy kozmetikázza itt az emberelőnyös játéknak a képét. Úgy is van. Hegyidia büntet, szó szerint 7 gólos. 23-18. 2-s emberelőny ment át. Nem tudom, hogy a vendégek mit fognak kitalálni 4 emberre. Jó lenne, hogyha kijönnénk emberfogásra, még egy embert ki lehetne küldeni onnan az 5-ös falból, mert ugye ez már nem 6-os fal, hiszen Kónya zavarót játszik Hercegen. Hát az belemenés egyértelmű, sebők nagyon szépen csinálta. Német. Szőke! Ellenállhatatlan, itt a második félidőben hatalmasat játszik. Egy apró szabálytalanság, ami a vendégeknek tökéletesen megfelel, hiszen ezzel értékes másodperceket nyernek, és kevesebb időt kell emberhátrányban játszaniuk, 2-s emberhátrányban, ez egy elképesztően frusztráló szituáció. Ez viszont nagyon szép játék. Örülhetünk, hogy ennyivel megúsztuk, akár 7 méterest is ítéltek volna a játékvezetők. Egyébként összességében jól fújnák a mérkőzést, komolyabb panaszunk nem lehet rájuk, és a vendégeknek sem. Az egyik emberelőny az már oda van, egy ember üt visszajött a vendégeknek, így 6-5 ellen játszhatunk mezőnyben természetesen, hiszen még hozzá kell számolni a 2 kapust. Passzív gyanús egyébként, tegyük már fel a kezünket, kedves játékvezetők, fel is teszik. Horvát, szépen leszedjük a levegőből, vegyük el tőlük a labdát, nem veszik el, megvárják, hogy teljesen kiegészüljenek, konkrétan már legalább egy percet támadnak. Ilyet is ritkán látni kézilabdapályákon. Horvát, egy sáncolt lövés, amit Kotenc ölébe hullik szinte. Szőke, mekkorát kapott ott? Hát mi a 2 perc, ha nem ez? Csak a játékvezetők ugye ilyenkor próbálnak úgy gondolkozni, hogy most büntettük meg őket, ne játszanak már folyamatosan emberhátrányban, de ez egy rossz felfogás. Hogyha 2 percet érően szabálytalankodnak, akkor igenis büntessük meg őket, ez most elmarad, Németh Zsófi lövése pedig fölé száll. Talán most kisebb hullámvölgybe kerültünk, bár ez a 6 gólos előnyünk birtokában belefér. 24-18. És mindez történik a mérkőzés második félidejének 14. percében. Szépen jött ki a figura Hercegre, aki azonban mellé durrantott. Potent Szőke, Sebők, Németh. Szépen le a szélre Hegyidia, bam, a felső lét, Sebestény, ott van. Sebestény van, jókor volt, jó helyen, 25-18. Zsanett határozottan védekezik. Sebestény szerez labdát, Hegyidia, ezt be kellene lőni. Úgy is van. Hegyidia elképesztő formában 8. találat ez már a mérkőzésen. 26-18, érik a 10 gólos különbség. Kevesen gondolták ezt szerintem az első fél játékot látva.
De kellemesen meg vagyunk itt lepődve a balógimsi sportcsarnokban. Jó pár százan. Lépés gyanús, úgy is van, hát egyértelmű. Nem csak, hogy gyanús, hát ez lépéshiba volt. Hegyi Dia irányába az átadás, Hegyi Dia büntet, 9 gólos. Továbbra is ő jelenti a különbséget, hiszen 27-18-ra vezetünk, azaz 9 góllal. Jó látni, hogy a felkészülési mérkőzéseken mutatott bizonytalanságai után, ugye, amikor zicsereket hibázott, most nagyon maga biztosan jó százalékkal értékesíti ezeket a szituációkat. És ez a koncentrációnak köszönhető, hogy most egyértelműen ide koncentrál 100%-ban erre a mérkőzésre, Herceg bomba. És 7 gólos egyébként. Ami szép teljesítmény, hiszen 19 vendégtalálatból ő szerzett 7-et. Ami kimondottan jó százalékos arányt mutat. Sebők gyönyörűen, hát fölé pattintja, de jár a 7 méteres, hiszen szabálytalankodtak vele szemben. Nem véletlenül hibázta az ajtóablak helyzetet, és még egy 2 perces büntetés is, hogyha jól látom. Így van, a 15-ös számú vendégjátékost, Prókait küldik ki a játékvezető 2 percre, hogy kicsit megnyugodjon. Egy Dia. Hegyi Dia, 10. gólja. Elképesztő teljesítmény, lassan már nem tudom hova strigulázni a góljai számát. 28-19. Egy újabb Herceg bomba, amit sikerül sáncolnunk. A vendégek szedik össze a kipattanót, Benszeg nagyon szép megoldás választ. Benszeg Adrián is már 6 gólos. Lényegében ő és Herceg tartják a lelket a vendégekben. Ha ezt lehet mondani, 8 gólos előny birtokában. Ő részükről nézve, hogy ez 8 gólos hátrány. De próbálnak lőtávolon belül maradni. Sebők próbálkozott, dr. Zsoldosné. Szabad dobással jöhetünk. Sebők német. Német, úgy is van. Nagyon szép megoldás. Német Zsófi megszerzi az első gólját a mérkőzésen, már mennyire is hihetetlen. Most először volt eredményes. A hazaiak rutinos játékosa. Herceg, Ludnai, Horváth, a belső hármas próbál valamit alkotni, Horváth, szépen támaszt ki, az lépés, gyanús, nem veszik észre a játékvezetők. Kiegészülnek mindjárt a vendégek, így van, a szabadobás követően, és hazai oldalon egy 2 perces büntetés, ki az, aki kapja, Sebestény Fanni. És Kotenc hatalmas bravúrja, tapsragadtatja itt a balógimsi sportcsarnok lelátóján helyet foglaló szurkolós sereget. Ez tényleg szép jelenet sor volt. Marad a 29-20-as mérkőzés állás. Németh Zsófival szemben a határozott védekezés Kovácstól.
Kovács újabb határozott kilépése. Németeid nagyon egyenesen találtak. Kovács nyúzza, vonja, űzi, ajtja németet. Hegyidia, egyen tovább Szőke. A Zsoldosné árít, rég volt már ilyenre példa, itt a második fél időben nem sok labdával találkozott. Szép játék, Horvát! Az végig volt hívja, hogy kell. Horvát Nikolett három gólos. 29-21. Pánikra semmi ok, hiszen 8 góllal vezetünk továbbra is. Német. Sebőknek, Sebők közbelő ütemtelenül végre megszületik a második találata. Sebők Stefániának 30-21. Nagy lendülettel érkeznek a vendégek. Herceg, hogy érkezett ott és jön a büntetés Sebőknek? Kicsit túlzónak érzem az ítéletet, de ez legyen az én véleményem. Harmadik kétperces kiállítás hazai oldalon, vendég oldalon 4 volt. Nagyjából egyenlő arányban megosztanak a kétperces büntetések a két csapat között. Nagyon nagy lendülettel érkezett Herceg, beborítja Kónyát. Jöhetünk ember hátrányban, most van az a szituáció, amikor nem kell kapkodnunk, szép nyugodtan játszhatunk. Szőke. Német. Visszakapja Sebesténytől. Nagyon határozott, nagyon komoly védekezés. Talán kicsit későn kezdik el megszigorítani a védekezésüket a vendégek. Hegyidia kifele kanyarodik, gyönyörű ejtés, hát miért kell közbefújni? Hihetetlen. Nem értem teljesen a játékvezetők döntését, hogy miért kellett itt közbefújniuk. Nagyon szép találat lett volna. Németh Zsófi, bum! Ott is van. Tiki-takizni kérem szépen, Németh Zsófi második gólja. 31-21 közte 10, rájuk lehetne számolni. De ez most elmarad, nem kár örvendünk. Szerénynek kell maradni az örömben is, ahogy tartja a mondás. Horvát, bum! Gólvonalon túl pattant talán, de a játékvezetők úgy ítélik meg, hogy nem. Higgyük el nekik, hiszen az alapvonal a játékvezető jóval közelebb volt, mint én. Úgy ítélte meg ezt a szituációt, hogy a labda nem haladt át a gólvonalon, úgyhogy marad a 31-21. Egy nagyon nagy rakéta volt ez is. Szőke. Német irányába pontatlan az átadása, mégpedig azért, mert Herceg Réka szabálytalankodik vele szemben. Menet közben kiegészülünk, és 8 perc van hátra a mérkőzésből. Gyönyörű bejátszás Sebestény Fanninak, aki megszerzi a harmadik találatot a mérkőzésen, 32-21. Herceg. Gyönyörű játék. Miért nem fogja meg a beállóban helyezkedő vendégjátékos Holló? Horváth aztán itt labdát szerez, Hegyidia próbálta volna visszakaparintani, de nem járt sikerrel. Herceg, az egy keresztlabdát a balszére, azzal nem lehet bemenni, figyeltünk, vissza a balszére. Nem, újra fel kell állni a vendégeknek és újra kezdeni a támadásépítést. Herceg, gyönyörű lefordulás, az igen. Egy hatalmas kapufa, szerencsénk volt, a kipattanót sikerült is összeszedni a Németh Zsófinak. 7 perc van még hátra a mérkőzésből. Szerintem olyan stádiumban tart a mérkőzés, hogy játék lehetőséget lehetne biztosítani az eddig kevesebbet pályán töltőknek, vagy olyanoknak, akik egyáltalán nem szerepeltek még a mérkőzésen, hiszen vannak egy páran ilyenek is. Mert Gál Adrien dönt. Én csak ötletelek innen, de ez nem az én tisztem egyébként. Szőke, Tószegi. Tószegi, hogy megy el? Nagyon lendületesen, energikusan, ahogy kell. Ő is 5 gólos.
és Nagy Ferenc újra időt kér, 33-21-nél meg is van rá minden oka, innen folytatjuk. Az időkérés követően folytatódik a mérkőzés. Szép egyéni megoldások a bal szélen, amik azonban nem párosulnak eredménnyel. Így megint csak jöhetünk egy ellentámadásra a Szőke Kónya irányába, pontatlan az átadása, hiszen egy blokkoló kéz beleért, név szerint Hollowé. Szőke, Dószegi, bum! Ott van! Dószegi Krisztina újabb találata, ami már a hatodik volt neki. 34-21, egészen demoralizáló kezd lenni a különbség itt a két csapat között. Főleg az első fél idő játékot látva, hiszen akkor egy gólos előnnyel vonulhatunk szünetre. Ahhoz képest nagyon változott a világ az eltelt 24 percben. Gyönyörű egyéni megmozdulás Hercegtől, rég villant, 8 gólos. Az a baj, hogy igazából semmire nem megy vele. Egyel csökkenteni tudta a két csapat között meglévő különbséget, ami így is 12 gólos. Belül vagyunk az utolsó 5 percen egyébként. Német. Dószegi, egy rakéta Dr. Zsoldost, és semmit nem fog kb. A második fél időben. Nagyon visszaesett a teljesítménye. Az első fél időben azért jó pár labda elakadt benne. Most semmi. Főleg, hogy nem is ő már, ő áll egyébként a vendégek kapujában. Kapus cseréltek. A Szőlős Alexandra érkezett. Pedig egy vendéggól, amiről lemaradtam, a szerzője valószínűleg Molnár Csilla volt. Nem osz, nem szoroz igazából. Jön a válasz Tószegitől. Tószegi is már 8 gólnál jár. Potyognak a gólok, a védekezések nem működnek egyik oldalon, és ezt egyértelműen látnunk kell. Ez a 36 lőtt gól egészen elképesztő az első fél idejét 13-at követően. Hát itt 23-at lőttünk a másodikban. Megint egy gyors válasz Hercegtől, 9 gólos. Nem ügyetlen játékos egyébként. Német Ószegi, Hegyi. A régiek játszanak össze, úgy is mondhatnám, beveszik a játékba Szőkét is. Kónya, Szőke, úgy is van, nincs kecmec, kérem szépen. Szőke Sanett 5 gólos. Most egy 4-2-es formációval próbálkozunk, Hegyi Díja próbál Horvátot kiszedni a játékból, Blaskovics Ingrid pedig Herceget, de kapunk egy gólt. Egy olyan emberről, akiről nem vártunk igazából semmit, Olán Henrietta, negyedik gólja. Tószegi. Vissza Hegyinek, gyönyörű játék, hát az mi volt kérem? Mészárlás. Horvátot ki kell küldeni, így is történik 2 perc. Plusziára 7 méteres teljesen jogosan, Hegyi Díjas sérülése kicsit komolyabbnak tűnik, mint ahogy első ránézésre látszott. Nem jó ezt látni.
Ilia felépül. A 7 méterest azonban nem ő fogja elvégezni. A 18-as számú Klem Kata, aki a mérkőzésen egy percet nem játszott, de ezt a 7 méterest magára vállalhatta. És fenn is maradhat a pályán, egyébként nagyon nagy tehetségnek tartják. 38-24, Herceg ki a szélre. Hajjaj, elég lépésgyanús volt, hogyan indult Holló. Belül vagyunk az utolsó két percen, 14-gyel megyünk. Egy közbelövés, ezzel nem lehet meglelni Gotthencet. Tószegi, gyönyörűben játssza Semestény, mekkora védés, kérem szépen. A kapuban Szőlős Alexandra. Herceg ütemtelenül nagyon szépen és szemtelenül csinálta, 10 gólos. Ragyogva egyéni teljesítmény, a 25 vendég tehátból 10-et szerzett. És hamarosan belépünk az utolsó percbe. Kicsit dekoncentráltá válunk itt a végén, de hát azt mondom, hogy belefér, hiszen ez a második fél idei játék, ez nagyon komoly volt, és nagyon ott volt a szeren. Erre lehet alapozni, viszont az első fél ideit azt gyorsan el kell felejteni. Az mind támadásban, mind védekezésben nagyon kevés volt. Ajjaj, Holló erőlteti. Próbálja magát beerőszakolni oda a büntető terület környékére. Az szép. Elszáll viszont a labda kapu mellett. Alá próbálkozott. Jöhet egy vendég 7 méteres. Ulá és Kotthenc párharca. A játékvezetők nem állították meg az órát, ez elég furcsa, leperegnek a hátralévő másodpercek, és ez így időn túli 7 méteres lesz, nem azt nem szoroz. Kotthenc rajta volt, de nem sikerül hárítania. Ulának elkönyveltünk még egy találatot, neki ez az ötödik volt, és ezzel véget is ér az mérkőzés. Az első fél idei bizonytalanságokat levetkőzve a második fél évben egészen imponáló és magabiztos játékkal sikerült bedarálni az ellenfelet, bejött az a jóslatom, hogy el fognak fáradni. Elég rendesen elfáradtak a vendégjátékosok, és nagyon magabiztos győzelmet aratunk a végére. A végeredménnyel búcsúznék innen Hódmezővásári LKC, Lajos Mizsai UKC 38-26. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra, a viszonthallásra.